A minden magyarnak az állampolgárság megszerzéséhez biztosított jog lehetővé teszi a nemzet közjogi egységét, és így a magyarság megmaradását, jelentette ki Semjén Zsolt Székesfehérváron. Szent István óta a magyar nemzet mindig közjogi nemzet is volt. A miniszter elnök helyettes hozzátette, a honosítással folytatódhat Szent István országépítő és alapító tevékenysége. A határon túli magyarság felgyorsult asszimilációjának megállításához a hagyományos támogatási formák nem elegendőek, erősebb impulzusra van szükség. Ez az állampolgárság megadása szavazati joggal együtt, mondta a miniszterelnök helyettes, amelyet igényelnek is a határon túl élő nemzettársaink. A magyar nemzet megmaradásának az egyik kulcseleme, talán a legfontosabb eleme az erős anyaország mellett, azaz, hogy a nemzet közjogi egyesítése megtörténjen, és minden magyar, aki akarja, közjogi értelemben is részese lehessen a magyar nemzetnek. És örömmel jelentem, hogy március 15-e körül meg lesz a 150 ezredik magyar állampolgár, aki le is tette az állampolgársági esküt, és tavasszal bizony már a 250 000 kérelmező körül fogunk járni. A fehérvári honosításon mintegy 20-an vehették át honosítási irataikat, köztük Milosev Stella, a Fehérvár hangja tehetség kutató döntőse is. Nagy öröm ez számomra, hogy magyar állampolgár lehetek, mivel magyar ajkú családból származom, tehát a nagyszüleim is még akkor születtek, amikor még nagy Magyarország egybe volt, és az ő tiszteletükre is megelégedettséget nyújt számomra. És nem utolsó sorban, hogy itt szeretnék élni Magyarországon, és ez megkönnyíti mind a tanulmányaimat, mind a munkába állást későbbiekben. A fiatal tehetség a Kódolányi János Főiskolán tanul, és nagyon szeret Székesfehérváron élni. A honosítási ünnepség végén pedig már magyar állampolgárként énekelte el a himnuszt. Isten áld meg! Székesfehérváron egyébként 2-3 hetente tartanak honosítást, általában 15-25 ember számára. Rengeteg gyönyörű, megható, boldog pillanat kötődik ezekhez az eljárásokhoz. Ezért szerettük volna, hogy legyen egy olyan, talán az hagyományosan is ünnepélyes ünnep mellett, még egy kicsit bensőségesebb, még szebbé tett honosítási eljárás, hogy az érdeklődő fehérváriaknak is megmutathassuk, hogy miről szól ez. A mostani honosítás során Erdélyből, a Felvidékről és a Délvidékről érkeztek magyarok, akik mától nem csak nemzettársaink, de honfitársaink is.